A Dombovárt Kaposszegcsővel összekötő útszakasz felújítási munkálatait tekintette meg a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója a két település polgármesterével. A viszontagságos időjárás komoly károkat okozott itt nem régen. Az akkori közlemény szerint egy hónapra zárták el az utat a forgalom elől. A munkálatok csúszását azonban több tényező is befolyásolta. Ennek az az oka elsődlegesen az, hogy a talajvíz az nem szivárgott el, így ezt a lehatárolás szátfalazást meg kellett csinálnunk, és talajcserét kellett tennünk, mert a folyóhomokra, a vizes folyóhomokra nem tudtunk betonozni, rámenni se tudtunk. Meg kellett várni, míg kiszárad, talajcserét kellett csinálnunk, és akkor utána tudtuk elkezdeni építeni a szerkezeten. Illetve a másik, ami befolyásolja nyilván az építési időt, itt a kötési idő, technológiai idő, hiszen egy betonnak minimum 2 hét, de pontosan 28 nap a kötési ideje, hogy 100%-ra megkössön. Nyilván mi nem várjuk meg a 100%-ot, hanem a 80%-os kötési állapotnál már folytatjuk a munkákat, de az, hogy a szerkezet stabil maradjon és bírja a terheléseket, ezeket a technológiákat be kell tartani. Annyit kell tudni, hogy maga ez a szerkezet, ez a átteresznek a szerkezete az jó 100 éves volt, de ami igazából tönkretette, hogy a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső nem erre van méretezve, nem erre vannak méretezve Magyarországon, illetve a területen ezek az áttereszek, és az vitte el, azt tette tönkre. A július közepén lezajlott felmérés után a szakemberek a teljes elbontás mellett döntöttek, az új, modern vasbeton szerkezetet már úgy alakítják ki, hogy egy későbbi nagy esőzés ne okozhasson benne kárt. A munkák megkezdésénél magas volt a talajvíz, le kellett határolni, illetve a itt lévő folyóhomok miatt nem lehetett haladni, ezért gyakorlatilag egy szátfalas technológiával lehatárolásra került az építési terület. Utána elkészült átteresznek a vasbeton lemezalapja, és ráemelése került a nagy mérőjű átteresz elemek. Jelenleg most a szátfalazásnak a vasszerelése, zsaluzása történik. A vasbeton lemez alapra emelték rá a nagy átmérőjű áteresz elemeket. A következő napokban betonozzák a szárnyfalat, ezt követően a háttöltés visszatöltése után az aszfaltozási munkákkal folytatják a helyreállítást. Az építési technológia és kötési időket figyelembe véve nyilván a betonnak is megvan a kötési ideje, ezeket ki kell várni, mert különben tönkre megy a szerkezet. Ennek figyelembe vételével reményeink szerint augusztus végén, szeptember elejével már részlegesen a forgalmamnak vissza tudjuk adni ezt a szakaszt. Építési munkák fognak folyni még szeptemberben is, de az már csak minimálisan fogja zavarni a forgalmat. Az arra haladók a következő hetekben még kerülővel kell, hogy közlekedjenek.